nagyon izgultam, és elment a levegőn, a levegőm a végén. Erőteljes kritikákat fogalmaz meg mindig, és nem köntörfalaz. Úgyhogy, hogy ezt gondolja rólam, báj Alex maga. Ice Guys Kim, beszélhetünk? Persze. Fiúk, persze. Először is fantasztikus az új dalatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Másrészt mit szóltok, hogy nem sikerült a továbbjutás? Én amúgy nem is vagyok annyira meglepve. Éreztük, hogy együtt dolgozhattunk Bály Alex-szel, aki mindkettőnek nagy példaképe. Szóval ez egy abszolút pozitívként éljük meg. Figyelj, nem vagytok elkeseredve, tök mosolygósak miért vagytok. Nem vagytok szomorúak? Miért lennék? Szomorúak vagyunk nyilván, viszont nagyon boldogok is. Mert igen, tudjuk, hogy olyanok jutottak tovább, akik megérdemelték is, akiket nagyon szeretünk. És hiányozni fog. Hiányozni fognak ezek az emberek, akik olyan közel nőttek a szívünkhöz. De hát mégis. Egyszerűen annyi emberhez eljutottunk, annyi új ember megismert minket, hogy ebből már lehet igazából, ezzel lehet mit kezdeni. Mi már azzal nyertünk, hogy tovább jutottunk a Székesnél. Mi úgy jöttünk ide, hogy eljutunk a Székesig, már jók vagyunk. Ahhoz képest nincs egy rosszabbunk. Mekkora volt az izgalom? Számítottál rá, hogy tovább jutsz? Igen. Vagy mi volt? Számítottál rá? Nekem az volt az érzésem, hogy én tovább jutok, és hát sikerült is. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Én nem tudom, én azt hiszem kiesek. Tényleg azt hittem, hogy ki fogok esni, de szavaztatok rám, és szavaztak rám a nézők, basszus, és nagyon jó érzés. Jaj! Nagyon örülünk annak, hogy tényleg nekünk ez a második produkció, amikor együtt látnak minket a nézők. És nyilvánvalóan egy más irányba indultunk el, mint amit eddig lehetett látni a lánycsapatoktól, de azt gondolom, hogy ilyen rövid ismerettség után egy ilyen K-pop féli koreai dallal, úgyhogy alig ismerik egymást, szerintem ez nagy dolog, és mi megpróbáltuk oda tenni, amennyire lehetett. Nem azért sírtam, mert szomorú voltam, hanem igazából ilyen örömből sírtam, hogy megcsináltuk tényleg. Igen, is. Egyébként azt éreztük, hogy én nagyon-nagyon nagy energiát éreztem. Én is. És én nem izgultam. Én tudtam. Én olyan izgulós vagyok. Valamit elronthattál a produkciódba, vagy szerinted mi lehetett az oka az ilyen korai távozásodnak? Úgy sikerült, ahogy tervezted a produkciód? Nagyon izgultam, és elment a levegőm a végén, és én áthallottam még egyszer, és hát én nagyon szeretem volna tovább jutni, de nem is akartam valaki másnak elvenni a helyét, mert most, hogy így visszahallottam, tényleg hallottam, hogy nem annyira jó volt, de azt akartam jobban mutatni a második élősóba, de mindegy. Mindenki, aki tovább jutott, nagyon megérdemelte. Kiestem. Ezen felül meg az történt, hogy azért, hogy mondjam, egy-két hónap alatt összecsiszolódtunk pár emberrel, tök jó kapcsolatokat szereztem, tök jobban lettem például Kevinnel, tök jó barátok vagyunk, és igazából ez jobban fáj ezeket a kapcsolatokat elengedni, mint például itt hagyni ezt a versenyt, vagy itt hagyni a színpadot, mert ezt még lehet folytani, nyilvánvalóan neki nem lesz vége. A zenék azok ugyanúgy átudnak, viszont ezek a kapcsolatok, ezek most nehezebben lesznek így karbantartva, szóval ez jobban fáj nekem, mint a kiesés. Amúgy én tökre örülök, hogy eddig eljutottam. Meg akartam élni egy élősót, ez volt az eredeti célom. Az sikerült. Örültem volna, tovább jutok, de sajnos az nem sikerült. Ez még mindig hihetetlen, hogy lenyomtam egy élősót, és hogy a székre ráülhettem, és úgy, hogy nem állítottak föl. Ez még számomra mindig teljesen hihetetlen, úgyhogy óriási. Szívem így dobogott, így remegett a kezem a végén, amikor, hogy akkor leülök-e, vagy se, vagy mi van. Hát az, hogy a mentorok ilyen csodálatos kritikával illettek, az pedig az egekben szállok éppen. Mit gondolsz arról, hogy az Alex konkrétan azt mondta neked, hogy már nem tart, nem is tudom, pukkancsnak, tehát hogy azt mondta, hogy most változott meg a véleménye, és hogy nagyon szeret téged, ez hogy érintett? Ez egy óriási, óriási dolog, főleg, hogy Alex mondta, aki alapvetően ugye nagyon erőteljes kritikákat fogalmaz meg mindig, és nem köntörfalaz, úgyhogy, hogy ezt gondolja rólam, báj Alex maga. Hát ez teljes, maximálisan kész vagyok, ki vagyok lelkileg.